Elkészültek a műsorfüzetek, finisébe lépett a 21. Vidor Fesztivál szervezése, amelynek teljes programját kedden ismertették. Az augusztus 26-tól szeptember 3-ig tartó rendezvénysorozat a korábbi évekhez hasonlóan a város több helyszínén is várja majd a megyeszékhely lakóit és a városba érkezőket. Kovács Ferenc polgármester elmondta, nagy könnyebbség, hogy az idén nem kell a járvány miatti korlátozásokra számítani, és siker, hogy a bizonytalan helyzetben is megvalósulhat a fesztivál. Önmagában az, hogy meg tudjuk és ilyen színvonalasan rendezni, hogy az eddigiekben ezt a fesztivált, ez most talán még nagyobb kihívás volt és nagyobb teljesítmény, de köszönhető a kormány támogatásának, a az új főszponzor támogatásának és azoknak a nyíregyházi cégeknek, akik vannak olyanok is, akik eddig nem, most jelentkeztek szponzorként, úgyhogy összeállt a pénzügyi háttér, enélkül nem lehet programokat szervezni, tudjuk, és így egy nagyon gazdag színes kínálattal tudjuk várni a vendégeket. Az idén új főszponzora van a fesztiválnak. Bárány László, a támogató cég alapítója elmondta, a családjukat minden szál a megyéhez köti, nézőként pedig évek óta figyelemmel kísérik a rendezvény programjait. Most megadatott az a lehetőség, hogy ezt a fesztivált, ennek a fesztiválnak az igényes, magas színvonalát a Masztergút pénzbeli támogatással is tudja erősíteni. Ez a döntés 3 évre szólt, boldogan tettünk eleget ennek a felkérésnek, és most már, mint fő szponzor támogató is, eljövünk a rendezvényeinkre. A versenyprogramban fellép többek között a Játékszín, az Orlai Produkciós Iroda, a Víg Színház és a Rózsavölgyi Szalon is. A színház ügyvezetője kiemelte, az elmúlt évben a Vidor a minősített fesztiváldíját nyerte el. Kírják Robert úgy véli, megtisztelő, hogy több nagy színház is fellép. Vannak olyanok, akik nagyon régen voltak, és vannak olyanok, akik egyáltalán nem voltak még. Kecskemét viszonylag régebben volt, Győr még, a Győri Nemzeti Színház még egyáltalán nem volt, és a fesztivál 20 éve alatt a Szegedi Színház is csak egyetlen egyszer valamikor 15 évvel ezelőtt mutatta meg magát. Úgyhogy én kimondottan büszke voltam rá, hogy 3 nemzeti színház is szívesen jön Nyíregyházára is mutatja meg magát. A Trokán Péter vezette zsűri választja majd ki a legjobb előadásokat. Bár a színpadi produkciókra szóló jegyek nagy része már elfogyott, a színház jegyirodája várja az érdeklődőket. A Kossuth téri és a Vidorkerti programok az elmúlt évekhez hasonlóan ingyenesen, korlátozások nélkül látogathatóak.